Tegnap egy informális vacsora keretében találkoztak az EU vezetői, sok fontos kérdésről esett szó, de lényegében egyik napirendi pontban sem jutottak dűlőre az országok vezetői. Úgy tűnik, hogy a közös EU-s betétbiztosítási alap ügyében egyre közelebb kerülnek az álláspontok, viszont a közös eurókötvény kibocsátásban terén továbbra is erősek az ellentétek. Angela Merkel német kancellár egyelőre hallani sem akar a közös eurókötvényekről. Szó került a görögök megmentéséről is. A Reuters információi szerint minden euróövezeti országnak fel kell készülni arra, hogy mi lesz akkor, hogyha Görögország kilép az euróövezetből, illetve az Európai Unióból. Ez viszont beárnyékolhatja a mai kereskedést, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy Görögország az euróövezetben, illetve az Európai Unió tagjaként fogja megoldani a jelenlegi adósságválságát.